Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Egy helyre centralizálódott a közétkeztetés Dombóváron. A régi Mávét kezdve felújított épületében folyik tovább a központi főzés, ahol jelenleg 1400 adag ételt készítenek naponta. A pályázati feltételek között szerepelt az is, hogy nem csak a konyha részt, de a felső szinten lévő 270 négyzetméteres rendezvénytermet is felújítja a nyertes szolgáltató. Ennek átadása június 31-re várható. Már csak a kiszállításra vár az az 1400 adag étel, amit Dombóvár megújult központi konyhájában készítettek el az iskolás és óvodás gyerekek, valamint a tanárok és más intézményi dolgozók részére. A dombóvári önkormányzat több éve készült arra, hogy a régi Mávétkezde épületét hasznosítsa és centralizálja a város közétkeztetését. Ez az épület, ahol most állunk, már több négy évtized visszakerült Dombóvár város önkormányzati tulajdonába. Van, amikor ez egy Mávétkezde volt, és egy rendezvényteremmel rendelkezett az emeleten. Nagyon sok fiatal pár itt kötött esküvőt, itt vállaltak örökülséget egymásnak, és elindult az életük. Nyilván az embereket rettenetesen bosszantotta, hogy egy héten keresztül az enyészet martaléka volt ez az épület. Dombóvár város önkormányzatát több éve foglalkoztatta már, hogy szervezett formában egy helyre centralizálja a közétkeztetést. Az elmúlt néhány évben az előző testület ezzel nem tudott mit kezdeni. Mi tavaly tavasszal úgy döntöttünk, hogy mi ezt a feladatot megpróbáljuk megugrani, és ennek mentén elkészítettünk egy közbeszerzési eljárást. Az önkormányzat 10 évre kötötte meg a nyertes céggel a szerződést. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon racionális döntés volt, hiszen Dombóváron 4 helyen folyt a főzés. 4 helyen főzték azt az 1400 adagot, amelyet lefőznek ma itt most 1 helyen. Ezek a konyháink sajnos nagyon elavultak voltak, rengeteg pénzt kellett volna költeni arra, hogy ilyen állapotokat lássunk, mint itt jelen esetben van. Ezen túlmenően nem szabad elragadni azt sem, hogy a humán erőforrás volt a legnagyobb kihívás, hiszen minden 4 konyhában megfelelő végzettségű alkalmazatokat kellett volna biztosítanunk. Azt gondolom, nem piaci szereplő az önkormányzat, ezért azt a pénzt, amiért eljöttek volna hozzá a szakácsok dolgozni, mi nem tudtuk volna minden 4 helyen megfizetni. Ezzel a nagy hátrányunk, amit tisztában voltunk, ezt próbáltuk meg leküzdeni ebben a formában. A jelenlegi konyhát üzemeltető cég az összes dolgozónkat átvette, és mindenki számára megélhetést biztosít, amit ezután is szeretnék nekik megköszönni. Jelenleg a dombóvári gyerekek számára, illetve a dombóvári munkatársak számára adott egy lehetőséget, a gyerekek számára azért, mert egy új környezetben, egy új technológiai környezetben, modernebb étlapok megteremtésével tudunk jobb minőségű készételt előállítani a gyermekek számára. Azt kell tudni, hogy gyakorlatilag, ha visszafelé indulunk a Késvillakanál pohártól, egészen az üstig, amiben az étel készül, az épületen lévő csempéig minden megújul, ez egy nagyon fontos kritérium volt az önkormányzat számára. A dombóvári munkavállalók számára azért, mert ez a konyha nem csak a napi szinten, ami ma 1400 főt szolgáltunk ki, tud ellátni, hanem ennél akár ennek akár a kétszeresét is. Az 1400 fő az azt jelenti, hogy 1400 adag ebéd, ezek 99%-ban dombóvári bölcsödések, óvodások és iskolások, amire még nagyon figyelünk, hogy kérés volt az önkormányzat részéről az étlapnak a beltartalma, plusz zöldség és gyümölcsbevitel, amit szintén az étlapon beillesztettünk, és egy magasabb beltartalmú étlapot kért az önkormányzat. Beltartalom ez azt jelenti, hogy ételekben úgymond egy picit drágább ételeket, ami drágább alapanyagokat tartalmaz, és zöldség-gyümölcsbevitelben pedig növeljük a számot meghatározott mértékben, amit egymás között lefettünk szerződésben. Változatlan maradt a szülő által fizetendő térítési díj az oktatási és nevelési intézményekben, és azt nagyon fontos elmondani, hogy ez az összeg, amit fizet a szülő egy 3-szori étkezésért, az a teljes szolgáltatási díjnak csak egy része, mert ebbe a másik fejét az önkormányzat az bepótolja, tehát nem 500 forint egy napi étkezés, hanem csak 500 forintot fizet a szülő. Nem csak az étlapot modernizálták és berendeztek egy 21. századi konyhát, vállalták, hogy az épület egyéb részeit is felújítják. Pályáztatásnak feltétele volt az, hogy az emeleten található korábbi rendezvényteremnek a
felújítását is vállalja a nyertes szolgáltató, és 10 évig hasznosítja. Szintén meg fog újulni egészen a bejárattól az utolsó kiszolgáló térig. A működési modell az az, hogy lent ebben a konyhán lefőzzük az ételt, és a rendezvényre pedig felvisszük, és ott pedig kiszolgáljuk. Ez szintén egy olyan élettér, egy olyan helyszín, ami a környékben lévő lakosságnak az igényét ki tudja szolgálni, és az önkormányzattal együtt közösen dolgozunk még azon, hogy parkolóhelyet hogyan fogunk tudni megvalósítani, az épület külsejéhez hogyan fogunk tudni hozzányúlni. Én azt gondolom, hogy az épület külseje nem volt kritérium, de ennek a beruházásnak is a végére fogunk érni, ennek a naptári évnek a végére. A rendezvényterem felújítása a tervek szerint június 30-áig befejeződik. Vadászok járták esténként Attala utcáit az adventi időszakban. Ez alkalommal azonban nem vadat kerestek, hanem ünnepi díszbe öltöztetett ablakokat. Mindez az úgynevezett élő adventi naptárprogram része volt. A vírusveszély miatt a településen rengeteg már hagyománynak számító rendezvény maradt el 2020-ban. Az önkormányzat ennek ellenére az év végén szerette volna összekovácsolni a falu apraja nagyját, ezért élő adventi naptárkeresést és adománygyűjtést is szerveztek. Az idei évben Attalában folytatódnak a beruházások, és fontos szerepet kap a fiatal házasok gyermekvállalási kedvének ösztönzése. A vírusveszély miatt az ősszel is elmaradtak a már hagyománynak számító közösségépítő programok Attalában. A településvezetés azonban nem adta fel, megkeresték a módját annak, miként mozgathatják meg a falu lakóit a karácsonyi készülődés időszakában. Az IKST szervezésében, Königné Nagy Magdolna vezetésével elindítottunk egy élő adventi naptár programot, ami igazából arról szólt, hogy ugye az advent 24 napból áll, 24 sorszám volt, és ebből ugye mindenki, aki jelentkezett erre, ott mindenkinek kisorsoltunk egy számot, és arra a napra őneki fel kellett díszíteni a házán lévő ablakot, ki kellett világítani. Aztán voltak ehhez vadászaink, tehát akik ezeket az ablakokat vadázták, minden este 5 órától 7 óráig voltak ezek az ablakok kivilágítva, és mindenki nagy lelkesedéssel kereste ezeket az ablakokat. És aztán 24-én, az utolsó napon az IKST udvarán azok a vadászok, akik sok-sok ablakot összegyűjtöttek, azok egy kis csomagot kaptak emlékképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy sikere volt, nagyon élvezték a gyerekek is, és hát úgy láttuk, hogy a felnőttek is nagyon nagy lelkesedéssel vetették bele magukat. Az ajándékozási kedv is példaértékű volt a faluban. Az önkormányzat ugyanis adománygyűjtést szervezett rászoruló és több gyermekes családoknak, valamint egyedül élő idős emberek részére. November közepén írta ki az Együtt Attala Jövőért Egyesület az adománygyűjtési jótékonysági szervezést. Egy hónapig gyűjtöttünk tartós élelmiszereket, nagyon-nagyon-nagyon sok összejött. Gyakorlatilag 57 csomagot tudtunk összeállítani, ami azt jelenti, hogy 57 családnak tudtuk szebbé tenni a karácsonyát. Nagyon-nagyon sok ember vett ebben részt, és hát a kiosztásban is nagyon-nagyon sokan segítettek. Ennek is azt gondolom, hogy egy pozitív visszhangja volt, nagyon-nagyon sokan megköszönték. Nem volt igazából olyan család, aki valami oknál fogva ne fogadta volna el. Nagyon-nagyon sok liszt, cukor, rengeteg csokoládé, étolaj. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a tartós élelmiszerek voltak azok a fontos dolgok, és ebből nagyon-nagyon sok összejött. A település 2021-ben is szépülni, valamint épülni fog, ígéri Orosvári Nébosz Tünde polgármester. A Magyar Falu programban a tavalyi év folyamán megnyertünk egy játszótér pályázatot, aminek a kivitelezése novemberben már elkezdődött, de a folyamatos munka az még mindig tart, hiszen a játszótérből családi parkot szeretnénk majd létrehozni. Úgyhogy erre 1,2 hektár áll a rendelkezésünkre. Reméljük mindenféleképpen, hogy még az idei év folyamán ebből egy igazi kis klassz park lesz, úgyhogy ezt mindenféleképpen folytatjuk. A település fásítási programban is tavaly részt vettünk, 27 fát nyertünk, ezek tavaszi ültetésre, és ezek is hát a márciusi időszakban valószínű, hogy érkezni fognak, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog lesz majd számunkra, hogy ezeket a fákat is elültessük.
És hát nagyon-nagyon fontos dolog lenne még az önkormányzat épületének a felújítása, hiszen a tetőszerkezet, illetve az alapok leáznak, feláznak, és a falak is gyakorlatilag nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, úgyhogy mindenféleképpen erre pályáznunk kell az idei év folyamán, és ezt meg is fogjuk tenni. A tervek között szerepel a járdák, buszmegállók, közterületi padok és az önkormányzati utak felújítása is. Ösztönözni szeretnék tovább a gyermekvállalási kedvet, hogy minél több kispolgárt üdvözölhessenek a faluban. Ez szolgálja a Vándorbölcső program, és kibővítik a babaszületési támogatást. Ajándék annak a családnak, akit megtisztelünk azzal, hogy bevonjuk egy ilyen közösségbe, és nekünk is ajándék, hogy ők is részt vesznek ebben. A Vándorbölcsőt a Szekszárdi Kolpingiskola igazgatója faragtatta nekünk, készítették. Borzasztóan örültünk neki, hogy elvállalták ezt a feladatot. A bölcsőnek a lényege szintén a közösség összetartása, és a bölcsőhöz tartozik egy bölcső napló is, amiben a babának az adatait vesszük fel, illetve készítünk egy képet róla, amint a bölcsőben van, és ez is a naplónak a melléklete lesz. Ez a bölcső 2 hónapig van egy családnál, és aztán tovább vándorol gyakorlatilag a következő babás családhoz. Egy új élet megszületését pedig babazászlóval jelzik a település központjában. Ennek a lényege igazából az, hogy akkor, amikor egy családhoz baba érkezik, baba születik, akkor szólnak a szülők, hogy megszületett a kispolgár, és akkor a falu főterén a templom mellett mi kirakunk a gyermek nemének megfelelő rózsaszín vagy kék babazászlót. Ez a babazászló 1 hónapig leng a főtéren. Gyakorlatilag ezzel szeretnénk köszönteni majd a hazaérkező kispolgárt, és hát a családot is természetesen. A polgármester azt mondja, az önkormányzati munkát összefogással és maximális erőbedobással folytatja a képviselőtestület. Az új évre mindenféleképpen folytatólagosan ugyanezt a munkát kérem és várom el azoktól, akik eddig is nagyon nagy segítségemre voltak. Az új évi köszöntőmben én megköszöntem minden olyan dolgozónak, akik velem együtt dolgoztak, az önkormányzati dolgozóknak, az egészségügyi dolgozóknak, az óvodai dolgozóknak, a hivatal és a közfoglalkoztatottaknak természetesen. Mindenkinek nagyon nagy része volt abban, hogy azokat a munkákat, amiket meg tudtunk csinálni, elkészültek. Folytatjuk ugyanezzel az erőbedobással. Én azt gondolom, hogy ez a kis atalai falu, ez a kis ékszerdoboz, ez folyamatosan szépüljön és épüljön. Dombóvárvárost a Tolna megyei szakképzési centrummal és a focisuli egyesülettel közösen kíván egy olyan oktatási rendszert bevezetni, melyben a középiskolát választó gyerekek az iskola mellett komoly edzésmunkát is végezhetnek. A kísérlet első lépéseként egy labdarúgó osztályt hoznának létre, melyben egyedi tanrendszerint folyhatna az oktatás. A beiskolázás Dombóvár 25 kilométeres körzetét érintené. Új oktatási formával indulhat szeptembertől a Tolna megyei szakképzési centrum Eszterházy Miklós szakképzőiskolája. Az intézmény amúgy is széles palettája egy olyan osztállyal bővülhet, amelyben a labdarúgó fiatalok tanulhatnak az intenzív sportolás mellett szakmát is tanulva, és akár érettségit is szerezve. A képzés beindításában a város, az MLS, a Dombóvári Focisuli Alapítvány és a szakképzési centrum egyaránt érdekelt. 2019 nyarán, mikor a képzésiskolák közt ment a vívódás, hogy milyen szakmák maradhatnak melyik városba, mi igen erősen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a rendes tisztességes iparos szakmák maradjanak Dombóváron. Miután ezt a csatát úgy tűnik, hogy megnyertük, és 21. szeptember 1-ben elindult az a képzés, ahol már 3 éves, 5 éves technikumi képzés is indul a helyébe, próbálunk ehhez mérten mi is megfelelni, és a Dombóvári Focisulival menet közben oly mértékben jó kapcsolatot alakítottunk ki az előző években már, hogy elindult egy ilyen típusú építkezés. Nyilván nagyon egyszerű, hiszen Magyarországon a focit mindenki szeret, és mindenki ért hozzá. De ezen túlmenően mi nem ezt szeretnénk bizonyogatni, hanem szeretnénk egy olyan életpályamodellt biztosítani a környékbeli fiataloknak, ahol tisztességes szakmát tanulhat, és üzteti azt a sportot, amelyek megítélésem szerint minden gyerek szeret. A szakképzési centrumnak ez azért kihívás, mert egy új programot kell írni hozzá. Ebből a programba értéket teremtünk, és az értékteremtésnek 2 alapja van. Az egyik a sport, a másik pedig a szakma. Ezt a kettőt kell ötvözni. Most én tudom, hogy ezt már nagyon sokféle módon és sok helyen ötvözték, viszont mindenhol egyedi
az arculat, egyedi abban az értelemben, hogy ez Dombaváron van, egyedi abban az értelemben, hogy ez az Eszterházi iskolában van, és egyedi abban az értelemben, hogy a Helyi Focisuli Egyesülettel dolgozunk együtt. És azt a nagy rugalmasságot kell ebbe belehozni, és ezért tapossuk ezt az ösvényt, azt a nagy rugalmasságot kell belehozni, hogy hogyan tud ez együtt mozogni. Együtt mozogni a sport, együtt mozogni a szakma, együtt mozogni a helyi gazdaság, helyi vállalkozók és a helyi civil szféra. A Magyar Labdarúgó Szövetség számos hasonló kezdeményezés mögé állt már, melyek sikeresen segítették a pályaválasztás előtt álló fiatalokat is. Én úgy tudom, hogy az akadémiáknál azért ennek nagy szerepe van, és egyre többen látják ebben a lehetőséget. Én úgy érzem, hogy hát régen is ez volt, én is, amikor annó elkezdtem futballozni, akkor ugye egy ilyen kollégiumba kerültem, és ugye szakmát tanultam, mert tudtam, azt nem mindenkiből lesz futballista. Hál' Isten, én azért meg tudtam csinálni, de egyre nagyobb, hát... tere van ennek Magyarországon. Mindenképpen azt látom, hogy ez egy nagyon jó összefogás és nagyon jó összerakott rendszer. Tehát tulajdonképpen mindenhol így kéne, hogy működjön, mert ebben azt látom, hogy akár a szülő, akár a leendő játékos, akár maga a technikum vagy az iskola, mindenki jó jár. Akik ismernek minket, azok tapasztalhatták, hogy ilyen nagyon széles spektrumú képzési kínálattal rendelkezünk, és nagyon-nagyon jól felkészült pedagógusaink vannak abban a tekintetben, hogy mindenféle különböző előképzettséggel hozzánk érkező tanulókat nagyon-nagyon jól fel tudnak készíteni, akár egy szakmunkás vizsgára, akár egy érettségire. Úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy minket választottak be ebbe a programba, mert én azt gondolom igazgatóként, hogy valóban felkészültek vagyunk arra, hogy egy ilyen egyéni tanrenddel meg tudjuk támogatni ezt a sportprogramot, ami most itt alakulóban van a városban. Választhatnak szakmunkás képzést, vagy érettségis technikumi képzést, és ugye mi egyéni tanrendekkel fogjuk őket megtámogatni, ami azt jelenti, hogy nem kell neki reggeltől estig bent ülni az iskolapadban, hiszen valószínűsíthetően délelőtt is lesz egy edzése, meg délután is, hanem meg fogjuk határozni nekik, kivesszük az osztályokból, és meg fogjuk nekik határozni egy mentor segítségével, hogy 10-től délig van neki tanórája, vagy este 5-től 8-ig, megkapja hozzá megfelelő eszközöket, laptopot vagy tabletet, amikor lehet, hogy online kell neki felkészülnie. Tehát maga az iskola arra készül fel, hogy teljesen egyéni utakon fogja megtanítani a gyerekeknek a szakmát, vagy az érettségire való felkészítést. Megpróbálnánk azt az elvet követni, hogy kiskapotól kiskapuig, ami azt jelenti, hogy reggel elhoznánk a fiatalt Dombavára, részt venne az elméleti képzésben, részt venne az edzéseken, majd a nem elméleti képzésen van, akkor gyakorlati képzésen. Nyilván délután tanulószobáztatnánk, újból edzetnénk, és egy szerény vacsorát követően este hazaszállítanánk, tehát gyakorlatilag 12 órán keresztül biztosítanánk felügyeletet és képzést a fiataloknak. A Focisuli Egyesület számára a legfontosabb, hogy egy olyan utánpótlás bázis nevelődjön ki a városban, mely hosszabb távon egy magasabb színvonalú labdarúgást eredményezhet. A Focisuli a jelen pillanatban a Tolna megyében megyei szinten ér el kimagasló meg kiváló eredményeket, akár futszában, vagy mondjuk labdarúgás szakákban, és tulajdonképpen ez a lehetőség most az iskolával azt teremtheti meg, hogy mondjuk újból nemzeti bajnokságban nevezzünk, és komolyabb szinten nevelhessünk gyerekeket. Ehhez látjuk azt, hogy komolyabb szakemberek is kerülhetnek a Focisulihoz, és tulajdonképpen ezzel egy új lehetőséget teremtünk magunknak is, és az iskola számára is, és szerintem a kettőnek a gyümölcse az hozhatja meg az igazi sikert. Piciben szabad csak indulni. Nem, nagyot álmodunk, de azt szokták mondani, hogy a leghosszabb út is mindig egy kis lépéssel indul el. Mi azt gondolom, most ezt a kis lépést akarjuk először meglépni, és amikor ezt a kis lépést megnéztük és megléptük, akkor egy év múlva visszatérünk rá, hogy hol tartunk, finomítgatunk egy picit nyilván, és akkor már lesz akkor ereje. Az önkormányzatnak a legnagyobb kihívás az, hogy a fiatalokat itt tartsa Dombaváron, azáltal, hogy a fiatalokat itt tudjuk tartani, itt tudjuk tartani a szülőket is. Nyilván ez nagyon jó partner számunkra a helyi iskola, hiszen intézményvezető asszony az első percre fogva élére állt ennek a gondolatnak, és a gyakorlati megvalósításában is hatékonyan közreműködik. Az első merítésben Dombavár 25 kilométeres körzetéből várják majd a gyerekeket. Ma már arról is szó esik, ha módszerbe válik a labdarúgóknál, akkor hosszú távon alkalmaznák a kosárlabdát vagy atlétikát választó középiskola előtt álló gyerekek esetében is.
A Nagycsaládosok Országos Szövetségének tagszervezeteként kezdte meg működését a dombóvári csoport. Jelenleg 34 család, több mint 120 gyermek tartozik egy közösségbe. Három és több gyermeket nevelő családok alkotják a csapatot, de akad 6 és 8 gyermekes család is a közösségben. Lelkesedéssel, tervekkel indultak, civil szervezetként szeretnének Dombóvár vérkeringésének aktív szereplőivé válni. Német Zsolt és Német Zsuzsanna 6 gyermeket nevelnek. Azért költöztek Dombóvárra, hogy barátokra találjanak, hogy a hasonló kihívásokkal küzdő családokkal összefogjanak, segítsék egymás mindennapjait és előnyt kovácsoljanak azokból a tapasztalatokból, amelyet szülőként átéltek a napi feladatok során. Úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, holott mindenhol azt halljuk, hogy milyen sokan a családos, és sok gyerek és minden, és nem is, mégis úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk. Visszaköltöztünk Dombóvárra. Felvettem a kapcsolatot a pécsi régió vezetőnkkel, ahova tartozunk, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének régióvezetőjét. Vele kapcsolatot, és ő javasolt, hogy alakítsunk egy csoportot. Nagyon rossz az, amikor az ember tömegben van, és mégis egyedül, tehát olyan, mint ami néma sikolyhoz tudnám hasonlítani, és elkezdtünk szerveződni. Szeptemberben tartották alakuló rendezvényüket, és az időszerűség fokmérője, hogy azóta is folyamatosan bővül a létszámuk. Nem csak dombóvári családok jelentkeztek, hanem Kurdról, Kesszőhidegkútról, Hőgyészről is csatlakoztak a nagy családosok. Végül is egy gyerektől is lehet félni, de én úgy gondolom, hogy ezt mindenki magában kell elrendezze, hogy mennyire felkészült egyáltalán a gyerekre, de hogyha egy gyerek van, akkor már úgymond nincs akadály. Mi is így voltunk ezzel, úgyhogy nem terveztünk nagy családot, de így alakult. Mondja az apuka, Németh Zsolt, aki amellett, hogy tevékenyen kiveszi részét a gyerekek nevelésében, még cselkész csapatot is szervez, ahová nem csak a fiatalokat szeretné behívni, de szívesen látná maga korabelieket is. Az új nagycsaládos egyesület persze nekilátott a közös programszervezésnek, de mint minden mást, ezt is felülírta a járvány. De az ünnepek előtt a nagycsaládos apukák összefogtak. A helyi civil szervezetek és az önkormányzat segítségével megvalósítottuk, múltat idéztünk Miklós püspök által. Tehát kicsit életre hívtuk, mert két lelkes apukánk vállalta azt, hogy csoport gyermekeinek eljuttatják a Mikulás csomagot, természetesen betartva a járványügyi előírásokat. Tehát mindenhova bekopogtattak a gyerekeinkhez, tehát a tagcsaládok gyermekeihez, akik kérték, és szinte mindenki kérte, hogy menjen el a télapóhoz, a Mikulás, bocsánat. És bekopogtattak, és mindenhol mosolyogtak, és kacagtak, és a szülőknek a visszajelzés, hogy ebbe a szomorú időhelyzetben is mégis a gyerekek mosolyogtak. Tehát, és a felnőttek is egy kicsit, és a két télapó Mikulás apukánk is. Tehát ők is pozitív tapasztalattal tértek haza. Karácsonyra szerveztünk egy olyat, hogy mint az iskolában volt, hogy húztuk egymás nevét. Itt is a tagcsaládok egymást virtuálisan kihúztuk, és ment mindenkinek egy plusz csomagot volt a fa alatt. Ezzel kicsit meg is ismertük jobban egymást, a másik családon, mert ugye nem volt rá lehetőségünk, hogy megismerkedjünk személyesen, de így mégis kicsit jobban megismertük egymást, és innen is pozitív visszajelzések érkeztek valamint. Elindult a csoportunkban egy olyan, hogy a babaruhákkal kezdtek anyukák egymáson nem üzletelni, hanem ajándékozni. Vagy hogyha valahol tartós élelmiszer, tehát hogy valahol láttuk, hogy szükség van tagcsaládon. És itt hozzátenném, hogy nem csak tagcsaládok, hanem valahol van olyan családunk, akik úgy gondolták, hogy kicsit nyúljunk messzebb, nem csak nagycsaládosok, hanem egyáltalán gyerekesek vagy idősek egyedülállók körében. És meglepték őket karácsonyra, tehát csomagokat vittek, és ez teljesen mind spontán szerveződés, mert érezték azt, hogy így egységben erősek vagyunk. Valószínűleg most tavasz lesz az, hogy az áttörés, hogy tudunk úgymond ilyen magán óvodákat csinálni erre a célra, hogy ha valakinek dolga van, színházba akar menni, ugye másikra vigyáz, vagy egy helyen vannak addig a gyerekek. Ez nyáron, tavasszal jobban kivitelezhető, a tél be vagyunk zárva valamennyire télen. Elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki belevágjon a nagycsaládos létbe, mert folyamatosan gondoskodni kell és folyamatos jelenlétet igényel, mondja Németh Zsuzsa. A dombóvári nagycsaládosok bizakodnak. Szeretnének jövőre programot, kirándulást szervezni, ahová nem csak a nagycsaládosokat, hanem a dombóvári és környékbeli családokat is szívesen várják. Ennyi fért ezúttal a Kaposmenti magazinba. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!